Az április 3-án elfogadott új egészségügyi törvény szerint az egészségügyi dolgozók készpénz kivételével elfogadhatnak ajándékokat, amelyek egyéni értéke nem haladhatja meg az átlagbér 5%-át, azaz a 2726 dinárt. Az ajándék összértéke nem haladhatja meg a 462 eurót. És amíg egyesek úgy gondolják, hogy az orvosoknak és az ápolónőknek teljesen törvényes ajándékot adni, mások úgy vélik, hogy ők is, mint minden más munkavállaló, fizetésért dolgoznak, és ez a jogi megoldás lehetőséget ad a korrupció legalizálására. A hála ajándékozásról szóló törvény megosztotta a szerbiai közvéleményt, amiről mai közvéleménykutatásunk során mi is meggyőződhettünk, ugyanis az óbecseieknek is ellentétes véleményük van erről a témáról. Miért is ne? Én mellette vagyok. Szeretem az orvosomat, és ha ő jobban rám figyel, akkor miért ne? És ha én elégedett vagyok, akkor meg pláne miért ne? Ez a korrupció legalizációja. Így minden szolgáltatásban ezt meg lehet tenni. Elviszel két csokoládét a tolóablakhoz, és mindjárt te leszel az első. A figyelmességből átadott ajándék az teljesen rendben van, de persze nem nagy mértékben és nem pénz formájában. Az már számomra gusztustalan. Számomra ez olyan, mintha lealacsonyítanád az embert ezzel, hiszen számomra az orvosok elsődlegesek, kiváltságosak, ezért meg kell őket ajándékozni egy jó pálinkával, kis apróságokkal, hogy ezzel jelezzük feléjük, hogy hálásak vagyunk. Azt gondolom, hogy nem. Ők meg vannak fizetve munkájukért, és ez elegendő. Ön ezt miért nem támogatja? Azért, mert az ajándékozásnak nincs határa, és nem lehet ellenőrizni. Eddig se lehetett, most meg pláne nem lehet. Szerintem ez most egy jó fedő ok. Szerintem ezt nem kéne. Olyan törvényeket vezetnek be, amik nem kellenek. Minden jobb volt régen. Ön nem támogatja ezt a törvényt? Nem támogatom. Elmegyek az orvoshoz, megcsinálja, amit kell, és ennyi. Nagyon alacsonyak a fizetéseik, az egészségügyről jobban kellene gondot viselni. Magukról, az orvosokról. Azt pedig, hogy egyesek megajándékozzák őket valamilyen itallal vagy aprósággal, ezt én nem tartom jutalomnak, ez csak figyelmesség a páciens részéről.